Köszöntelek benneteket mai testületi ülésünkön. Megállapítom jelenlétív alapján, hogy mindenki jelen van. Mindenki megkapta, gondolom, az írásos anyagot. Aki a napi rendi pontokba, bocsánat, még annyit mielőtt még szavaztatnám, hogy a hatos napi rendi pontot nem tárgyalnánk, mert arról most van is egy szerződés, meg nem releváns, mert éppen most vissza is vittük a kutyabefogó ketreceket. Egy új megállapodást fogunk majd kötni, és valószínű, hogy akkor fognak csak kikerülni, mikor új kamerarendszer is éles lesz. Mert majd elmondom az egyekben, hogy milyen problémák voltak, vagy esetleg, hogy a tévében láttátok, akkor ott már közöltem, hogy milyen gondok vannak. Aki el tudja fogadni a napi rendi pontokat, az kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. További abban a körülben folytatom. Kezdjük is. Egyes napirendi pontunk. Jelentése a lejárt határidei önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Az írásos anyagot megkaptátok. Nem tudom, hogy ebben kapcsolatban valamelyetőknek valami kérdése. Végül van vezetve, hogy mik történtek. Sőt, amit ugye szóbeli bejelentés volt éppen a Lajos részéről, azok is végrehajtottuk, tehát a szemétes edény is át lett helyezve a másik oldalára, ahova kértétek. De az nincsen, mert arra nem készült írásos előterjesztés. Van-e ebben kapcsolatban valami kérdésetek? Ági? Nincs. Aki így el tudja fogadni ezt a határozat végrehajtásáról szóló beszámolót, azt kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Kettes napirendi pontunk. Szándéknyilatkozat a TOP keretében benyújtandó pályázatokhoz önerő biztosításáról. Itt is ugye megkaptátok az írásos előterjesztést, ugye szándékunkban, egyelőre szándékunkban van ez a három pályázatnak a benyújtása, amik elég-elégészített állapotban vannak, valamelyik már olyan 90%-osan, valamelyik 70-80%-osan. Három pályázatot szeretnénk benyújtani. Na most erre azért van szükség erre az önerő szándéknyilatkozatról, mert ugyanis ezek 100%-ban vannak támogatva, viszont vannak olyan, a projektnek olyan elemei, amire nem elszámolható költségeket tartalmaznak. Például egy előkészítő tanulmány elkészítésében nem fér bele már a projektbe, azt nem támogatja. Azért van erre szükségünk, hogyha ilyen valami esetleg, tehát ez nem egy nagy léptékű összegekről van szó, lehet, hogy 50-100 forintos egy pályázatnál ez az egész, ami különbözett szóba került, ilyen önerőre gondolunk csak, mert maga például a vizes pályázatunk, nem is, amit beadtuk a vízrendezésre, és ott is van rá 5% maga a tervezésre, az előkészítésre, 1% van, azt hiszem a közzététel, vagy nem, a műszaki ellenőrzésre, tehát azok bele vannak építve a pályázatba. Viszont ahhoz, hogy befogadják, mi vagy vannak olyan el nem számolható költségek, ezért van szükség ezzel az önerő nyilatkozatra az önkormányzat részéről, hogyha amennyiben kell, akkor hozzájárul az önkormányzat, hogy éppen 50-100 ezer forintot, szerintem ekkora léptékű, mert nagyobb léptékek nem lesznek ezek a különbözetek, hogy ennyit hozzá tudjunk tenni, és ezért kell az önerő nyilatkozat. Nem tudom, hogy ehhez valami kérdésetek van-e még. Tehát ugye ez a három pályázat, egyet beadnak a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, ez lenne a csapadékvíz elvezetés, amit beszéltük a Vécsey utca vége, illetve a Vasút utca kifele, Mező Imre utca, Lőrinc fele, az árok-tisztítás és a vízelvezetés megoldása. Egészségügyi alapállátás infrastruktúrális fejlesztése, ez pedig az egészségháznak az akadálymentesítése, újra szigetelése, mert ugye ez egy nagyon kis vékony szigetelés van, fűtéskorszerűsítés, illetve oda terveztünk bele megújuló energiába is napelemes megoldást is. És a harmadikunk pedig a helyi gazdaságfejlesztés. Ebben a projektbe tudnánk beletenni a piaszcsarnokunknak, leendő piaszcsarnokunknak a megépítését. Tehát ez a három toppos pályázatot adnánk be, és ehhez kell ezt az önerőt úgymond biztosítani. Valami kérdés ebben a kapcsolatban? Nincs? Hát akkor, ha ezt külön-külön kell mindegyiket? Mert a... Igen, igen. Akkor három szavazás lesz, mert minden egyes... Mindegyikhez külön kell becsatolni. Mindegyikhez külön be kell egy kivonatot, mert ugye három külön kezelendő három pályázat.
Tehát a szándéknyilatkozat a TOP 2, 1, 3, 15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése megnevezési pályázathoz önerőbiztosításáról. Amennyiben a projekten belül el nem számolt a költségek is megvalósításra kellene, hogy az ehhez szükséges fedezett összegét a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletében biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására jelen határozatban és előterjesztésben foglalt tartalommal. Aki egyetért vele, azt kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm. Egyhangú. A következő a TOP 4.1.1.15 egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése megnevezési pályázathoz önerőbiztosításáról. Itt is ugyanaz van, amennyiben a projekten belül el nem számolható költségek is megvalósításra kerülnek, úgy az ehhez szükséges fedezett összegét a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletben biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására jelen határozatban és az előterjesztésben foglalt tartalommal. Aki egyetért velem, kérem készfeltartásra szavazom. Köszönöm, egyhangú. Illetve akkor a harmadik, a TOP 1.1.3.15 helyi gazdaságfejlesztés megnevezési pályázathoz önerőbiztosításáról. Amennyiben a projekten belül el nem számolható költségek is megvalósításra kerülnek, úgy az ehhez szükséges fedezett összegét a képviselőtestület az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására jelen határozatban és előterjesztésben foglalt tartalommal. Aki egyetért, kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm, egyhangú. Harmadik napirendi pontunk, Paksi Többszéli Kistérségi Társulás társulási megalapodásának módosítása. Ez pedig arról szól, hogy három település csatlakozna a kistérségünkhöz, Kistormás, Kölesd és Medina települések beszállnának ebbe a társulásba. Ezáltal azt hiszem 15 főre növekednénk, 2, 4, 6, 8, 10, 15, igen. Hogy? 15? Igen. 15 főre növekednénk. Hát ők már régóta szerettek volna ide csatlakozni, már beszélgettünk is róla, tehát polgármesteri kistérségi ülésen. Mindenki úgy volt vele, hogy igen, hogyha tudjuk, fogadjuk be őket. Valószínűleg véges számolásban még jobban is állunk, hogyha minél nagyobbak vagyunk, hogyha valamilyen lobby tevékenység, vagy akármi kell, vagy akár a térség pályázik valamire, hogy nagyobb létszámba állunk be, tehát erről szólna csak maga ez a rendelet tervezet, de nem is rendelet ez. 18-an leszünk. 18? Igen. Miért 15-et szám? 15 a, igen a... Ja, plusz a 3, bocsánat, mert 15 igen. Volt, és akkor az a 3 település jönne hozzá, ugye létszámba ez 2300-2700 fővel körülbelül egy nagy dolog léptékűvel növekedném, hogy nem olyan nagy településekre, most a Kölesd, ami 1517 fő. Nem tudom, ebben kapcsolatban valami kérdésetek. Akkor társadalmi megalapodás módosítására javaslatot teszek. Nagy dolog nagyközség önkormányzata képviselő testület a Paksi Többcélű Kistérségi Társulás társulási megalapodásának 23. számú módosítását az előterjesztés merénylete szerint elfogja, hogy az előterjesztésben ez a három település kíván csatlakozni, erről szól. Aki egyetért vele, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm. Következő napirendi pontunk. Javaslat intézményi térítési díjak megalapítására. Na most ugye megkaptátok itt is a kiküldött írásos anyagot, ugye ez a nagy dologi szociális étkezés, nagy dologi házi segítségi nyújtás és nagy dolog idősek nappali ellátása. Ebben kapcsolatban ugye kiküldteik a Paksról a számokat, hogy ezek az összegek mit jelentenek. Ugye kérdőjelesen vannak benne azok az összegek, amiket kell most megállapítanunk. Az én javaslatom az lenne a látott számok alapján, meg a számolások alapján, hogy a nagy dolog szociális étkezésnek a javasolt napi intézményi térítési díja 460 forint legyen naponta. Ugye 15-ben 445 forint volt, de akkor a számított napi intézményi térítési díj is kevesebb volt, mint a 783 forint, mert ugye annyiba kerül.
A nagy dologi házi segítség nyújtása most az iménti telefonna egyeztetés alapján nem lesz külön megbontva, hogy szociális segítési személygondozás, hanem csak egy díj lesz megalapítva. Ugye számított intézményi térítési díj 107 forint per óra, én ebben szemben javasolnám a 100 forint per órát megállapítani. Az tavaly 85 forint volt, de ez az összeg is megint a 107 forint is kevesebb volt a tavaly évben. Sajnos a finanszírozás most nem úgy áll. Nagy dolog idősek nappali ellátása, viszont itt, ugye eddig 100 forintot megállapítva, tárgyalásokat folytattunk, illetve a polgármester után tárgyalásokat folytatott a nappali ellátásban lévő személyekkel, illetve vezetőkkel, alkalmazottakkal. Mivel hogy nagyon lecsökkent a létszám, sajnos egyre nehezebb finanszírozni ezt a nappali ellátást. Mint láthattátok a számokban, nagyon sok pénzt kell hozzáadnunk ahhoz, hogy működni tudjon. Viszont tettünk most egy olyan javaslatot felük, mi lenne, hogyha 0 forintba alapítanánk meg ezt a nappali térítési díjat, hogy ebben esetleg, hogyha fel tudják hozni a létszámot, ugye már 20 fő lehetne, arra van engedélye az intézménynek, most utoljára jelenleg 11, most lehet, hogy azóta változott, de legutolsó kimutatásában, mert 11 fő volt, aki nappali ellátásban részt vett. Néztem kimutatásokat, volt amelyik település, amikor levették 0 forintra, többen megjelentek itt az intézménybe, akik kívánták ezt a szolgáltatást. Összességében, ha 0 forintért is feltöltik a létszámot, és durván, hogyha most mit tudom én, 10 fővel több lenne, akkor az már durván 1.800.000 forintot jelentene az önkormányzatnak, úgymond támogatásilag az állam részéről, a fájkvót alapján. Tehát nekünk jobban megérni, hogyha fölmenne 20 főre létszám, és ezért én a javaslatomban 0 forintot tennék most a napi ellátásra, hogy ne fizessenek érte. Hát ebben fel tudjuk azt a létszámot növeszteni, illetve akkor nagyobb esélyt látok arra, hogy fennmaradhat továbbra az intézmény, ugyanis a nappali ellátás az nem kötelező feladat az önkormányzatnak. Ezt ha úgy dönt a testület, akkor van, úgy dönt a testület, akkor nincs. Tehát ez nem kötelező feladat, illetve a háziápolás, házi gondozás az kötelező feladat, de a nappali ellátás nem. Eddig is segítettük, támogattuk őket, én is azon lennék még, hogy támogassuk, viszont én szeretnék azért egy idézelmi moratóriumot adni, hogy december 31-ig próbálják azt a 20 főt elérni, illetve arra kérem a testületi tagokat is, hogyha beszélnek idősekkel, akik úgy érzik, hogy be tudnának menni, akkor inkább menjenek be a napi ellátásba. Munkahelyek is lennének veszélybe, illetve lehet, hogy akkor az mellett kell dönteni, hogy nem tudjuk finanszírozni. Az idejében meg tudjuk még finanszírozni ezt a különbözetet, tehát ezt közlöm a testület, hogy most nem okoz problémát, de egy moratóriumot szeretnék adni az idősek otthona fele, hogy december 31-ig töltsék fel a létszámot. 20 főig. Igen, 20 főig, mert arra van engedélye, maximum 20 főre. És igazából ez nem jár semmiféle kötelezettséggel, tehát hogyha valaki beiratkozik nappali ellátásra, nem kell kötelezően ebédet sem előfizetnie. Nem kötelező. Igazából csak részt kell venni, vagy hogy ha kedve van, hogyha egy közösséghez akar tartozni, akkor iratkozzon be oda napközibe, menjen el a napközibe, nézze meg, hogy mit csinálnak. Ez térítésmentesen, tehát mindenféle kötelezettség nélkül. Illetve azt is megcsináljuk, hogy beszállítjuk az időseket reggel is, meg délután hazaszállítjuk. Tehát ez megint önkormányzati hozzájárulás. Igen? A nappali ellátás esetében akkor a 0 forint mellé nem jár neki kétkezés. Nem, azt külön kell. Ha azt külön kéri, akkor a 460 forint lenne, hogy a javaslatom alapján az étkezés. Csak a nappali ellátásnak nem feltétele az, hogy ebédet fizessen elő, vagy hogy ott étkezzen. Maga ez a nappali, tehát ez a tartózkodási díj, ez az, hogy maga fizikailag ott lehet. Igen, tehát az olyan, hogy ő reggel beérkezik, beírják tajszám alapján, bevezetik a jelenléti évbe, mert akkor van csak az elszámolásnak alapja, hogyha ott be van vezetve az intézmény vezetője, vagy éppen nem tudom, megbízott dolgoz, aki ott van, bevezeti a tajszámát, hogy megjelent. És ez alapján van a számolás. Tehát nem kötelező ott neki ebédet se előfizetni. Csak a nappalitásba elő, vagy a nappali ellátásba, úgymond napi szinten ott van, egy napköziben van. Most én még nem tudom, azt is átadni, hogy csak bemegy délelőtt és elmegy haza, vagy nem tudom, csak azért, hogy megjelenjen ott, mert
Ha ezt nem tudják megcsinálni, akkor nem fogja tudni valószínűleg jövőre finanszírozni az önkormányzat, hogy fennmaradjon ez az intézmény. Ezért javaslom a 0 forintot, hogy hát ebben fel tudnánk hozni a létszámot, és akkor finanszírozhatóbbá válna az egész intézmény fenntartása. Mert itt van, hogy hány millióval a tavalyi számokra emlékeztek, akkor nem tudom, hány millióval többet kell most befizetnünk a támogatásba. Illetve még van egy olyan, ez mellékes, mert itt nincsen benne, van egy olyan javaslatunk, meg beszéltük a Borbás úrra, hogy valószínűleg Petra egy napot Kajzocsra fog átjárni a gyerek jóléti feladatokat ellátni, mert egy napot most Bikácsra jár, egy napot Kajzocsra, illetve a többit lenne a nagy dologon, mert akkor még mindig beleférne ebbe a keretbe, akkor az ő bérén egy 600 000 forintot éves szinten meg tudnánk spórolni, mert alulfinanszírozott lett sajnos ez az ellátási kötelezettségünk. Jó, valami valami kérdés ezek az ellátási díjakkal, vagy illetve... Hogy az étkezésnél és a segítségnyújtásnál, hogy arányában van-e a növekedés mérték az önköltséghez viszonyítva? Tudod, a javasolt érítési díjaknak? Igen. Hogy arányában van. Igen, teljesen arányában tartottam a számokat. Ja. Teljesen arányában tartottam, hát illetve levettem nullára, ugye 100%-ot engedtünk a nappali ellátásban. Az étkezésben is a többit az önkormányzat fizeti, ugye, mert 700... Igen. Hát a hozzájárulás kell fizetni. Ugye ott van a törvényben, hogy csak ugye nem mehetsz alá fölé, vagy azt fizeted, vagy alatta fizetsz hozzájárulásként pénzt. Ugye az 465 forint fölött azt... A számított napi intézményi térítési díj fölé nem mehetünk. Na most ha a testület úgy döntene, hogy 783 forint legyen, akkor 783 forintot kéne fizetniük. Mert ez a számított napi térítési díj. De ebben szemben javaslatom a 460 forint. A 107 forinttal szemben, ami van a házi segítségnyújtás, illetve a személygondozás, ugye ott meg 107 helyett 100 forintot javaslom. Ezt szakmérleg egyeztettem Borbásról, azt mondta, hogy ezek a számok úgy jók is, illetve majd lehet, hogy ebben lesz egy kis változás ebben 100 forintba, mert valószínű, hogy meg kell bontani, hogy szociális segítés, illetve személygondozás, amit kiküldtünk anyagot, de most közben azért volt az előbbi telefon, hogy mondták, hogy egyeztettek kormányhivatal egyelőre, egy szám legyen, és utána majd szakmérleg kell alátámasztaniuk, hogy hogyan vagy mind kellene megosztani ezeket az óradíjakat. Valami kérdés, javaslat ebben a napi rendi ponttal kapcsolatban? Akkor el tudjátok így fogadni, hogy felsorolom, hogy akkor mik a számok. Tehát a nagy dolog szociális étkezés tekintetében a javasolt napi intézményi térítési díj 460 forint per nap legyen. Tehát ez annyit jelent, hogy egy ebéd 460 forintba kerül. Nagy dolog házi segítségi nyújtás esetében nincsen megmondva a két dolog. Egyel ugyanaz van a szociális, illetve személygondozásnál 100 forint per óra. És a nagydörög idősek nappali ellátása pedig 0 forintra javaslom. Aki így egyet tud vele érteni, az kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Ötödik napirendi pontunk. Államháztartáson kívüli forrás átvétele 2016 évi önkormányzati kulturális rendezvények támogatására. Emlékeztek rá, akkor tavaly is csináltunk már ilyen javaslatot. Ugye meg szoktuk hirdetni, és a lakosság támogatását szívesen fogadtuk, illetve akár vállalkozók, akár lakosság valamivel támogatta a rendezvényeinket. Ez arról szólna megint, hogyha a két nagyobb rendezvényünkhöz, hogyha kapunk lakossági támogatást, akkor be tudjuk fogadni, illetve hogy arra használjuk el, amire szükséges. Nem tudom, ebben kapcsolatban van-e valami kérdésetek. Nincs, akkor mondanám is a határozatot. Államháztartáson kívüli forrás átvétele 2016 évi önkormányzati rendezvények támogatására. Nagy darab nagyközség önkormányzatának képviselő testülete a 2016 évi önkormányzati rendezvények támogatására felajánlás esetén államháztartáson kívüli forrást vesz át magánszemélyek, vállalkozások részéről. Az ECR átvett pénzeszközöket külön kell nyilvántartani a támogatott rendezvény megjelölésével, és legkésőbb 2016. december 31-ig összesíteni kell. A képviselőtestület a 16 évi költségvetést második pontjában nyilvántartott összeggel módosítja.
A pénzösszeg kizárólag a 2016 év önkormányzati rendezvények kapcsolódó kiadásokra fordítható. Zárszámolásra a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. Aki egyetért vele, az kérem készfeltartásra szavazni. Köszönöm, egyhangú. A hatos napi rendi pontot akkor nem tárgyaljuk. Nem releváns egyelőre. Hetes napi rendi pontunk. Nagyközségi könyvtár használati szabályzatának elfogadására. Megkaptátok ezt a szabályzatot. Ugye ebben múltkor felmerült, hogy lenne igény szombati nyitvatartásra is, illetve helyette akkor egy hétfői napot, vagy hát én rábíztam a könyvtáros úrra, hogy most melyik napra gondolt ő szabadságról, hogy hétfőt választott a szombat helyett. Ő állított össze ezt az anyagot, mi csak úgymond lektoráltuk, átnéztük a jegyzőasszonya, meg én is. Megkaptátok, van-e ehhez valami kérdés, vagy? Ben van a látogatás szabályzata, mennyire használhatják, hogyan használhatják, mi a fénymásolás díja, nyomtatás, internet használat, mennyi könyvet vihetnek egyszerre, illetve CD-t, DVD-t, mennyi időre lehet kivinni határidőre, illetve a nyitva tartás, hogy hétfőn zárva, 11.30-tól 18.30, szerda 11.30-tól 16.30, csütörtök 10 órától 16.30, péntek 11.30-tól 16.30, szombat 8.30-tól 15-ig. Ez heti 30 órán nyitéli elő a rendelet. Ezen kívül többet itt van a könyvtáros, csak ezen vannak a szolgáltatási lehetőségek. Azon kívül a háttérmunkát végzi, illetve jelentéseket ír, vagy ami feladata van még a könyvtárosnak. A rendelet szerint ugye 30 órát kell, hogy nyitva legyen a könyvtár. Ebben tudjuk biztosítani a rendeletnek megfelelően. Na most ilyet még eddig nem is volt, szerintem nem volt meg az önkormányzat, de ez kötelező, hogy megalkossuk ezt a rendeletet. Nem tudom, hogy ehhez van-e valami kérdésetek. Nincs. Aki el tudja fogadni. Nagydarom Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete Nagyközségi könyvtár használati szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A képviselő testület felkér a polgármestert, hogy a könyvtár használati szabályzatot nyilvánosságra hozza, könyvtárban történő kifüggesztéssel gondoskodjon. Aki ezt ide el tudja fogadni, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangon. 8-as napi rendi pontunk. Dobosi Gábor és Dobosiné Fülöp Magdolna kérelme a 059-es helyre számú árokkal kapcsolatban. Na, ugye itt is megkaptátok a kiküldött anyagot. Ebben már több kört futottunk mostanában, mint írta a levélbe is a Dobosi család, hogy nem tudtunk megegyezni én velem. Az alaphelyzet az az, hogy eddig nem volt kimérve ez a terület, megvette már 2014-ben. Ugye még az előző testület idejében megvásárolta ezt a területet, azóta nem volt kimérve ez a terület. Na most, ugye én teljesen szorgalmaztam ezt, hogy mérjük ki, mi vagy egy osztatlan közösben nem lehet egy magánterület. Kihívtam Brackó Pétert, a hivatalos földmérőt, kimértük a területet, látszik a rajzon is, hogy hogy jött ki a terület. Az az árok, amit itt érintett terület van, az évek ezelőtt, nem tudom hány év ezelőtt, mikor volt az utoljára Kotorban, egy kicsit megszélesedett. A terület ott van, csak éppen van egy árok partja neki, egy ilyen hosszabb lenyúló rézsvie van, kicsit szélesebb lett az árok, mint ahogy kellene, hogy legyen papíron. De a terület ott van. Ott van, csak hát egy ilyen srég, hosszú, lejtős árok van ott a szélébe. Na most én nekem azért az volt a javaslatom tovább is, hogy hagyjuk ott, ahol most kimérte a földmérő, mert ugyanis én nem adhatok több területet, mint amit megvett, mert nem marad annyi területünk, amelyek ott kell, hogy maradjon. Mert mellette maradt önkormányzati terület. Az önkormányzati terület az ott van, hogy mennyi maradt, hogyha ezt a 20.000 négyzetmétert eladjuk belőle, hogy a 2 hektár, bocsánat, eladtuk belőle a elődjeink, de ami ott van a terület, annak pontosan meg kell lenni négyzetméterre szintén. Most abban is van még olyan, hogy az árok pont elrébb kerül, tehát még az önkormányzatnak is úgy maradt, hogy a maradék területen is valami árok van az önkormányzatnak, és nem metek tovább a rózsának a földje fele, hogy adjon belőle, mert kevesebb az önkormányzati terület.
Illetve nekem még az a problémám, hogy felajánlottam én azt is, hogy visszavásárolná az önkormányzat, hogyha nem felel meg neki így ez a terület. Ez nem járult hozzá. Még olyan problémám merült fel, hogy ő ugye elkezdett ide már befektetni, áramot vitt oda, leköttette szolgáltatóval, vizet kötetett le szolgáltatóval, annak ellenére, hogy még nem tudta, hogy hol van a telek határai. Szerintem az ő érdeke is lett volna az, hogy akkor először tudjuk meg, hogy hol vannak a telek határok, meg mint van, egyáltalán utána álljon neki akármilyen tervezésnek, vagy építészet előkészítésének is. Ha ő neki, én úgy értekem, szüksége van 20 000 négyzetméterre, 20 000 négyzetméter megvan, tehát hogyha ő neki a beépítettség százalékába a 20 000 négyzetmétert produkálni kell, azt a tulajdoni lap szerint, ha majd akkor tulajdoni lap szerint, hogyha ez hivatalosan beleazolások előtt, illetve a térképvázaton úgy lesz feltüntetve, hogy megvan neki a 2 hektár területe. Tehát az én javaslatom az továbbra is az, hogy ahova most kimérte a Blaszkó Péter a területet, ott hagyjuk meg a határokat. Most jöttök ti, hogyha van valami kérdésetek, vagy hozzászólni valamit, vagy javaslatotok. Igen? Én úgy gondolom, hogy van valami alapja szerintem, hogy Dobosiék kérik azt a hiányzó területet, hiszen a 2014. februári szerződésben gondolom úgy vették meg, hogy 2 hektár van beleírva. Tehát akkor, hogyha ez pedig hiányzik, akkor nem tettünk eleget a szerződésnek. Ott van. Ott van csak rézsük. Csak rézsük. Hát igen, de ugye úgy vett 2 hektárt, hogy viszonylag sík területen, nem úgy vett 2 hektárt, hogy megosztva 2 hektár mínusz 752 négyzetméter, ami az árkot is érinti. Már amikor megvette, akkor is ott volt az áron. Persze, csak ő ránézésre megnézte, hogy na itt ez a föld, ez a 4 sarka. Ő azt ugye szemmértékre, ő se, az önkormányzat se tudta nem bemérni, tudta, hogy nem tudta, hogy szemmértékre nem tudta azt bemérni, hogy ez most 2 hektár. Nem tudta, hogy hol a 4 sarka. Miért nem mérhették ki akkor előtte, hogy akkor hova jön ki? Én hogy számolok el a nagyközséggel, a falu lakosaival, hogy hova tűnt az a terület, amit ha én adok többen? Ne, én nem azt mondom, hogy a másik, ami földünkből adjunk. Más megoldás meg nincs. Mert ő neki kell a 20 000 négyzetméter, szüksége van rá. Ha én kifizetek neki azt a pár száz négyzetmétert, mert az a lehetőség, hogy neki nem lesz meg a 20 000 négyzetméter, akkor az lesz a probléma. És nekik szükség van, ugye gyakorlatban is a valószínű, hogy a beépítettség miatt, mert ugye ez külterület, és valószínű, hogy ott megvan, hogy hány százalékban lehet csak beépíteni a területet, és ezért van szükség a 20 000 négyzetméterre, hogy amit terveznek, gondolom én, amit terveznek, hogy az pont lefedje 20 000 négyzetméter. Akkor nyilván az a megoldás van szerintem, hogy az árkot vissza kell állítani az eredeti helyére, arra 4,5 méter szélesség. Kifizeti a révészt? Hát, figyelj, hogyha úgy volt a megállapodás, hogy ez 2 hektár terület. Ott van. Csak rézsübe. A terület ott van. És akkor most a maga területnek a határa, az most bent van valahol a zárokban? Igen. 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 De most van ilyen a határban olyan, akik szántott területek is nincsenek meg. És leírták kálóba. Tehát tudok én olyan területeket, hogy mértek, és nem maradt meg annyi területe a gazdának, mint ami papíron lenne. És nincs több területe. Itt ott van az árok partja. Mert szélesebbet az az árok, mikor legutoljára azt tisztították, egy kicsit nagyobb rézsit sikerült neki csinálni. És egy szakaszon érintett, ugye ott van, de most ugyanúgy ez benn van az önkormányzati területben is, tovább, ami ott maradt önkormányzati terület, az a 1,5 hektár, abban ugyanúgy benne van ez az ároknak a belógása. Az önkormányzatnak ugyanúgy megvan a 1,5 hektárja, attól, hogy nem tud belőle használni még egy darabot, attól még a 1,5 hektárja megvan? Ott is nekünk is hiányzik pár száz négyzetméter, ami ott van az oldalban. Nem tudom, hát önkormányzati ára. Ez önkormányzati ára. Csak az önkormányzati föld esetében az árak is hozzánk tartozik, meg a föld is. Igen. Tehát ott ugye önmagunkkal meg nem veszünk össze, itt meg ugye 2 különböző fél van. Igen. Tehát az, hogy ott van az árakban a földterület, az szerintem jó megoldás, mert te most hozatsz velem mondjuk egy autót, vagy bármit, én meg összetöröm, és akkor reklamálsz, hogy hát figyelj, én nem így kértem, meg azt mondom neked, hát ott van, csak összetört. Hát, szerintem ez... Ott van, csak hiányzik egy kereket. Várjuk, nagyon sokkal először. Jó, oké. Hát én voltam itt tenni a főterületnél, most reggel megnéztem, hogy miről beszélünk.
Hát ugye a régi kotrásnak a földje az ott van a partján. Most az elejébe, a földnek nálam nincs meg arra, az ugye ez keskeny, egy ilyen ég alakú ez a... Most azokat a földtereket visszakotornál a gazda, vagy visszakotortatná, és a rézsűt megszedné, most nem lenne ilyen lapos rész, kicsit meredekebbre, szinte visszakapná, azt mondom, hogy avval a földdel, mert ugye sokkal magasabb is, mint az eredeti földterület, szinte visszakapná ezt a métert, maximum ezt az utolsó 5 métert nem tudja, mert az tényleg az ára közepén van, ha azt betűtték, akkor betűtött az árkot. Most itt es neki egy csücsök neki. Én azt is javasolnám, hogy vagy úgy megegyezni, ne legyen ebből ilyen peres, mert most a vevő is, meg az eladó is hibázott, mert se az egyik, se a másik nem mérette ki akkor mindjárt a földet. Úgyhogy itt van kölcsönös pillanat. Csak mi vagyunk. Tudom, és ezért nem akarom, hogy itt megint valami pereskedés legyen, vagy mit tudom én, bármi, hogy esetleg a gépi földmunkák árába valahogy beszáll az önkormányzat. Hogyha az visszakotortatná, akkor magyarul te javaslatod az lenne, hogy legyen betulat volt az árok széle. Igen. Csak nekem mindjárt van egy gondom bele, hogyha azt a friss földet mi betoljuk, azt el fogja mosni ott az a víz, mert abban folyamatosan folyik a víz, hát, és mindjárt lesz egy arrább pár méterre, hát, be fogunk dugulni, és az igen. A fő vízzel vezető árka nagy dolognak. Az a fő vízelvezető, tehát a barai ároktól végig, ami jön, az ott megy le. Úgy megszedve, ahogy meg lett, mert ugye, aki egy kicsit tudja a gépi földmunkát, hogy a felső része az ez csak lapos, és van egy hegyesebb része. Most ugye azért lett meglapítva, hogy ne vigye el a víz anó is. Igen, szerintem azért abból a megfontolásból szedték ki akkor is. Csak úgy lehetne ezt visszaállítani, ezt kigyűrűznéd, betongyűrűből, arra meg pénz nincs. Hogy azt betongyűrűből kihozza egy olyan csikot, ami... nem mosódik el, azt tetted le, de arra pénz most esély nincsen rá. És hogyha esetleg egy olyan megállapodást kötni, hogy mondjuk ennek az áraknak a helyreállításának az anyagköltségét az ügyfél állnál, mi meg esetleg a munkában tudnánk segíteni nekik, úgy mondom, hogy munkaerőt mi adnánk hozzá. De itt nem olyan munka lenne. De itt az a baj, mondom, az anyagköltség az egy nagy összeg lenne, hogy azon a szakaszon, ahol ez érintett az X méteren, milyen hossza van pont, most nem is tudom. Tehát nem tudom, most egy, ha most a gyűrűt nem teszünk, csak ilyen fél gyűrűt, úgymondva egy ilyen vízelvezető, egy gyűrű durván, most én durván mondok olyan 10 000 forint, ha ez félbe van, akkor nem tudom mennyi. De biztos, hogy szerintem egy 7 gyűrű méterenként, vagy 80 centinként, hány méter hosszama lesz körülbelül? 177. De hát akkor, ha úgy számolod, akkor ott a 170? 7,6. Akkor az durván 200 gyűrű. A szorozva durván 10 000-re, vannak a lerakása meg ezért, lehet számolni, tehát nem kis összegről van szó. Arra gondoltam, hogy egy kicsit visszaegyengetni és a rézsüt megcsinálni. Jó, most nem lenne ilyen tartsuk be sorrendet, jó, mert így a Marci is megelőzte a Mártit, mert az előbb a Márti. Nem, semmi gond. Márti akart. Na, nekem ez lenne a javaslatom. Én csak annyit szeretnék szólni, én is a megegyezés mellett vagyok annál is inkább, mert ő volt az egyik személy, aki felajánlotta a földbérleti díjat az Alsóvodánál, én úgy tudom. Tehát ő ezt bent hagyta az önkormányzatnál, és abból tudtunk dolgozni. Én nekem olyan félelmeim vannak, és megmondom nektek, hogy mi, hogy itt elképzelhető, hogy még ez az út sincs a helyén. Lehetséges, az út, hogy az kimérettem, az a helyén. Kimérettem, mindenkit oda lát a területnek. Nem tudta, mert itt az árok túlsó partján a magánkertek vannak, tehát nem tudta kotratni. És ezért itt végig belement gyakorlatilag az ároknak a jobb oldalára. Szerintem, mikor még kotolták, akkor még ez is, ez még TS terület volt. Azóta elég maszek terület. Igen, ezek a kis kertecskék, így van, ezek a kis darabkák végig, parcellák. Ott azon a szakaszon, igen, de itt ez már a TS terület. Az már igen. Az a TS terület volt. Azért mondom, hogy itt tudott csak bemenni géppel, és ezért gondolom, hogy onnan indult, odafele dobta. Nem tudom, egyébként én úgy satszolom, hogy az 20 éven belül történt ott a kotrás. Nem volt az olyan nagyon régen, amikor azt az árkot végig kotorták. Egészen a Banaitól, a Jókai utcák végétől kezdve, én úgy emlékszem. Nem tudom, hogy milyen megoldást lehetne, de valamilyen szinten próbáljunk megegyezni, mert őt is tényleg köti az... De a területe meg. Tehát, hát akkor
fogalmam sincs, földünk nincsen valahol, amivel esetleg ha kikerül valamennyi. Nem földet, hanem amivel esetleg itt ezt a töltést, ezt a rézsűrészt be tudnánk szintbe hozni. Nem az a baj, Márti, mondom, az a baj, hogy a földet, ha földet beleteszem, az be fog omlani, és elmossa a víz, és utána arra 20 méterrel lesz egy olyan dugulásunk, utána megint mi fogunk probléma, az, hogy a falut elönti a víz, mert nem folyik le az árokba. Tehát ez egy fő vízelvezető árok. Viszont ő olyat is ír, hogy a különbözet fele legyen kimérve, a másik felének ára legyen visszafizetve. Tehát akkor ennek a háromszögnek kéri a felét vissza. És felét megadjuk hozzá. Innen kér 6 métert. Innen kér 6 métert. De ez az egyik variáció. De akkor hogy számolok el az önkormányzattal a maradék területe, nem marad annyi területünk? Ha egyszer 20 ezer négyzetméter volt állatban. Innen kérte. Nem, innen. Onnan a végiből kérte. Mondjad meg. A kérdésem lenne, hogy ugye itt azt írja a papír, hogy eredetileg ez az árok 4,5 méter. Nem tudom, erre van-e valami jogszabály, hogy ezt az adott 4,5 métert nem kell betartani? Tehát jogilag ez lehetséges, hogy ez 11-re szélesedett? Ne, figyelj már. Most nekem csak ez a bajom az egészen, semmi bajom nincs egész, csak annyi az egy problémám. Ugye ennek megvan a négyzetméter területe, tehát ha kiméri valaki, földmérő kiméri, akkor az megvan. Ha az árok nincs ennyire kiforva, hanem behorja a szélét, a szél vagy valami, és az árok hiába van 4,5-re kiírva, csak 2,5 méter, akkor is jöttek volna. Hogy bocsánat, sokat tapjunk. Csak ennyi a bajom. Tehát a lényeg az, hogy alacsony költségvetéssel nem lehet visszaállítani a 4,5 méteres árkot. Nem. És a 4,5 méteres áruk amúgy sem tudná funkciójába ellátni. Hát tudna, hogyha az egy meredek oldalú betonárok lenne. Tehát elférne vele, lemenne a víz. El tudná látni a funkcióját, csak most az jelenleg, ha te ezt betöltöd, tehát folyamatosan van víz. Mert ugyanis a vízműnek is a túlfolyója, ami a vízműnél jön a szivattyú, az folyamatosan nyomja bele vizet. Tehát a faluba kiszáradt az árok, abban mindig van víz. Folyamatosan folyik a víz, mert a vízműnek a túlfolyója, hogy jön föl a kutnál a víz, a túlfolyó ott jön ki a köznél, ahogy az Andicsék mögött, tudod, ott jön ki a köznél, és az folyamatosan tolja bele vizet a bezárókba. Igen, de mondom, hogy van, mikor az már nem folyik, mert nem jön onnan föntről, de ott mindig van benne víz. Tehát nincs olyan időszakunk, hogy ne lenne benne víz. Ha lenne egy pár hónap, hogy valamennyire megkötődne ez a talaj, hogy betolod, de folyamatosan van benne víz. Nem tudom, hova tegyük el addig a vizet, ami onnan folyik, hogyha ezt most csak betoljuk. Tehát ez a problémám vele. Azt tudjuk, hogy mennyi terület hiányzik nekik, hogy... 272 pont ennyi hiányzik a bejelentettséghez. Most nem tudom, hogy annyi jelzik, hogy ha volt egy ilyen fele felajánlás, amit ugye a... Közben figyeljetek ide? Igen. Tehát ugye volt közben egy olyan felajánlás is, hogy felit fizessük vissza, a feléből meg adjunk hozzá a területet. Akkor lehet, hogy ez a pár négyzetméterre múlik az egész, nem tudom. Tehát én még egyszer mondom, nekem az alapellátásom, vagy az alap véleményem az, hogy ahogy ki lett mérve, hagyjuk úgy a területet. Igen. Polgármester úr, én nem tudom, én itt 5 különböző javaslatot találok, és ezek közül az egyik az, hogy a különbözet fele legyen kimérve, a másik felének ára legyen visszafizetve. Tehát nem a 6 métert kéri, hanem ezt a háromszögnek, a felének az árát kéri vissza. Jó, de azt a méter utáni beteszed ide, hogy mennyiben mész tovább. Tehát a végébe kéri a területet, az önkormányzat területben. Nem ír területet, csak ennek a felét. De különbözetet nem az állam. Ja, hogy még pluszba, tehát akkor ezt, és akkor onnan... És onnan pluszba a végéhez. Értem. Jó, ez ide tehát, nincs leírva, igen. Én csak az most öt alternatíva annyi, közül annyit mondanám, hogy az utolsó megbeszélésnél itt volt az alpolgármester is, meg itt ült az ügyvédő is, igen. Mikor tárgyaltunk. Igen. Tehát nem csak egyedül tárgyaltam már vele, hanem Attila is itt volt, illetve az ügyvédő is itt volt. Hát, hogy próbáljunk megegyezni egyelőre. Ő még nem mondott semmi javaslatot, mert ha úgy alakul a dolog vele szemben, akkor egy másik ügyvédet kell bevonnunk, mert a Forgács ügyvéd úr nekünk is, illetve a Doboségnek is dolgozik, tehát nem mondhat vélemény. Tehát innentől kezdve az ő véleményét nem tudom elfogadni ebbe az ügybe, mert hiába az önkormányzatnak az ügyvéd, de ott is érintett arra a félre. Rendi pontot elnapolni, hogy valahogy megegyezésre jussunk? Mert a polgári peres ügy lesz belőle, ott egy szakértő kirendelése 300 000 forint lesz. Úgyhogy ez nagyon drágába fog kerülni az önkormányzatnak, szerintem. Lehet, és ügyvédi költség, per költség.
De az egy dolog, mondjatok rá javaslatot, hogy oldjuk meg? Hát azért mondom, hogy legalább valami időt. Olyan ezt a 772 négyzetméterről, hogyha annak az árát visszafizetnénk, az nekik nem megfelelő. Csak a felét kéri. Ott van, hogy felét kéri. Ott vannak leírva a javaslatok, nem? Ő javasolta. Igazából ez egy 10 méterszer 70 méteres szakasz. Most, hogyha azt nézzük, ez egy városon egy telek. Jó, de most nem a városban vagyunk, hanem a jó, tudom, de most ő elhiszem, hogy ragaszkodik, mert mondjuk meg őszintén mindegyünk ragaszkodna, nem? Mint ahogy a Gyuri a külterületen kimérette az utakat, és aki, amelyik gazda, mit tudom én, egy ekényit elvett az útból, nyilvánvaló, hogy utasítottat. Igen, na most ő... De az utat egyszerű, az utat egyszerű volt visszaállított, nem most a víz. Hát igen, de most... Itt nem tudom visszaállítani jelenleg, elmondani. Nem tudom. És az a megoldás semmiképpen sem jó a Dobosiéknak, hogy a 772-t arányosan kifizetnénk nekik, amennyivel kevesebb területet kaptak. Igen. Nem, mert őnek azt mondták itt az egyezkedés, hogy nekik kell a terület. Aha. Én azt tudnám elfogadni, vagy felajánlani, hogy kifizetjük ezt a 772 négyzetmétert, és akkor a tervezés során vagy kalkulálják át ezeket a dolgokat. Vagy nem tudom, hogy milyen stádiumban van most éppen ez a... Azt én sem tudom, milyen stádiumban van neki. A villany az már beletvéve... De mondom, illetve... tervezéshez nem kell, mert maga a földterület megvan. Tehát ahhoz, hogy valamelyik százalékát be akarja építeni, ahhoz ő biztosítva van a terület. Mert megvan a terület a papíron. Ha elfogadjuk ezt a megosztást. Ez nem kell, mert ahhoz megvan a terület. Csak ahhoz az kell, bocsánat, akkor lesz meg a terület, mert most egyelőre osztatlan közösben van az egész terület, mert ugyanis volt egy adásvételi szerződés, de kimérési pontok még nem lettek elfogadva, illetve nem lett megosztva a helyrezi szám. Jelenleg osztatlan közösben van 3,5 hektár. Tehát maga akkor az a 0,58 most... Jelenleg még nincs perezve. Nincs 10, meg 11, mint ahogy itt nincs. Szerepel. Tehát jelenleg még papíron hiába volt ez az adásvétel, papíron még ez egy helyrezi számba szereplő 3,5 hektár, nem tudom pontosan, hogy mennyi az egész terület, mert ugyan durván másfél hektár maradt nekünk, ugye mindig azt számoltuk, de ez durván 3,5 hektár egyben lévő terület még. Hiába adt el az önkormányzat 20 ezer négyzetmétert belőle, ami úgy volt megfogalmazva, hogy a déli oldaltól fölfele mérve, hogy oké, lefogy a 20 ezer négyzetméter, ott van a határ, de ez most még jelenleg osztatlan közös terület, mert nincs elfogadva a határok, illetve nincs átrajzolva. Mikor át lesz rajzolva, akkor jön még a földhivatali eljárás, hogyha a Brackó Péter rajzol alapján bekerül, átrajzolják a határokat, adnak egy perszámot annak a helyrezi számnak, akkor ez csak külön. Eddig azt sem tudom, hogy na mindegy, hogy volt eddig villany tervezve meg víz, mert eddig az osztatlan közösben az önkormányzónak is beleszólása lett volna. Jó, ezt azért mellékes. Én úgy tudom, hogy megvette a területet, és mellette még volt egy élő bérleti szerződése is, ugye? Amit mellette megvette, kifizette a területet, és még fizetett 2 évig bérleti díjat is. Nem? Nem így volt. Jó, hát továbbadtam. Igen. Jó, bocsánat. Ez úgy volt, hogy mikor ez felmerült ez a probléma, amíg 2014-ben választások után, nekem elém került ez a probléma, én beívattam minden egyes bérlőt, illetve a Dobosit is, beívattam ide, és próbáltam megegyezésre jutni, mert ugyanis a bérlők tudta nélkül adta el az önkormányzat a Dobosi úrnak azt a területet. A bérlők tudta nélkül, akiknek bérlők voltak a területen. És továbbra is az önkormányzatnak fizették a bérleti díjat a Udvardiék, Rózsa, mindenkik bérelték a területet. És akkor, mikor ez kiderült, akkor itt megegyezés született, hogy mi visszaadtuk, sőt, vagy a Dobosi úrnak, vagy a bérlőknek visszaadtuk, és a Dobosi úrra kötöttek szerződést, hogy ő neki fizették a bérleti díjat már. Mikor ez kiderült az én számomra, hogy ez nem volt tisztázva, akkor itt megegyezés született, és a Dobosi Gábor, illetve felesége, nem tudom, fele tulajdon, hogy írták, ővele kötöttek bérleti szerződést, és őnek fizettek tovább bérleti díjat. Mert ugyanis élő bérleti szerződésig volt az önkormányzat, amikor eladta az önkormányzat területet. Erről bérlők nem is tudtak. Tehát ez még megint egy... És a bérleti szerződések is arra a területre lettek kötve, ami ki lett mérve. Igen. Tehát azok akkor... a gazdák, akik bérletet fizettek, arra a területre, ami benne volt az árok is. Igen. Ők is úgy fizettek érte. Nem kérték kevesebb, és nem kérték a 700 négyzetméterről.
Igen. Tehát a 3,7 valahány hektár volt felosztva, és az alapján fizettek. Tehát úgyse kérték a esetleges... Nem volt felmérve még, tehát nem szembesültek azzal, hogy mekkora a valós terület. Igen. De most fel lett méretve, tehát meg kellene, hogy egyezünk szerintem, mert pereskedni fognak, akkor ez sokba kerül szerintem az önkormányzatnak. Ezen gondolkodjunk. Jó, de hát eddig pont te voltál az, aki mondta, hogy vigyázzunk a földekre, és ne adjunk el semmit. Hát igen, én. De ez el lett adva. Most erről felesleges beszélni. De nekik az a kérdésük, hogy még adjunk. Jó, hát még adjunk, de eladtunk valamit 20.000-nél. Nem miattuk el. Ott van. Ott van. Jó, hát nem miattuk el, de hát... Ott van a terület, csak éppen nem úgy használható. Na most, hogyha a felelősségi teljesen vásárolta volna meg a Dobosi család, akkor én azt mondom, hogy ez... ha itt több millióról volt szó, az megérte volna nekik, hogy akkor azt mondják, hogy na, akkor hívjuk először földmérőt, kifizetünk érte 50.000 forintot, úgyis ki kell méretni, akkor nézzük meg, hova jön ki a terület, hogy nekünk ez passzul-e, jó-e. Ennyit belefért volna szerintem egy befektetési kockázat ahhoz, hogy egy 20.000 négyzetméteres területet megveszünk, nem kevés pénzért, mert elég jól megfizették abban az időben ezt az árat. Azt hittem, annyi belefért volna, hogy előre megnézzük, hogy mit veszünk meg. Pontosan. Megnézzük, hogy mit teszünk meg. Nyilvánvaló, de hát... Ahogy visszatérek az autós példádra, ha te nem értesz hozzá, akkor elviszem magad egy szerelőt, vagy egy karosszérnek, és megnézzük, hogy ez volt törve, nem volt törve, mi volt vele. Nem úgy veszed meg, hogy hiányzik bele a motor, hanem viszem magad egy személyt, aki meggyőződik, hogy most a te autós példádja ért. Jó, ez rendben van, Gyuri, de ez most a múlton vitatkozunk, de a jövőt kell néznünk. A pereskedést kell nézni, hogy az mennyire fog fájni. Az akkori adásvételi szerződésben, nem tudom, ez úgy szerepelt, hogy 2 hektár. Igen, 20.000 négyzetméter a terület déli oldalától északi irányba mérve. Szántóföld minőségi terület, valahogy így lehetett megfogalmazva? Szántóföld, azt hiszem úgy volt az adásvétel. Szántóföldnek minősült. Most annak a vége is rét volt. Nem aranykoronában is le van, aranykoronában is ki van tüntetve aranykoronában, illetve négyzetméter volt megírva, hogy 20.000 négyzetméter. Szerintem a pereskedés, ha az van a tervben, akkor két variációval lehet így elkerülni, vagy az árok helyreállítása, vagy kapnak még a megállási földterületből. Más variáció nincs, mivel ők nem fogadják el. Ahhoz adásvételt kéne módosítani. Hogy én adjak a másik területbe. Mert akkor én az önkormányzati területet idézőjelben elherdáltam, mert adtam több négyzetmétert, mint ami já. Mert annyival kevesebb lesz a területünk. Abban hogyan számolunk el a község fele, hogy nekünk hiányzik 700 négyzetméter, abban helyezi számban mi marad. Hogy számolunk el? Mert azért pénzt nem kapunk. Ezt akkor így adták el erre. Jó, ezt így örököltük meg. Viszont nekünk kell elszámolni vele. Igen, Márti? Hát én nem akarok értetlen lenni, de én ezt olvasom, és most már több egyére is. Azt mondja, hogy részünkről és az ügyvédő részéről több megoldási javaslat is felmerült. Igen, de mi az ügyvédő megoldási javaslat? Itt van 5 javaslat. Ebbe a 3-as. A különbözet fele legyen kimérve, a másik felének ára legyen visszafizetve. Ebbe nem írja, itt szóba hangzott el akkor a 6 méter, de itt jelen esetben nem írja. Ha én jól értem, ez a háromszög, ez a 772 négyzetméter a különbözet. Igen. Ennek a felét legyen, itt írja, a különbözet fele legyen kimérve, a másik felének ára legyen visszafizetve. Legyen kimérve, az akkor területet kér? Legyen kimérve, hát azt kell elfelezni gyakorlatilag, és tehát ami a 300, használható a fele, bocsánat, azt a 300 négyzetmétert a végére kéri. Nem kéri. De oda, nem, hova méred ki, Márti? Nem jól értelmezed. Akkor ő nem, bocs, akkor a levél van rosszul felsorolva, mert ő több alternatívát sorol. Hogy ez az alternatív, tehát az erről szól, hogy szóba igen. Ő még ezt kiegészítette. Nem tudom, mert tehát ezt ő... így el tudná, én el tudnám fogadni, ha neki ez a 272 négyzetméter fele most is ki van. Az övév, fölfele a használatatlan, ez meg az áropa. Kimérve most is ki van a terület. Visszaadjuk annak a 300, mennyi a 72 felének. Csak ez még nem ezt kéri. Akkor azt kéri, ide viszont nem ez van fogalmazva a levélben. Tovább kéri abban a maradék területben az önkormányzat. A másik feléből pedig akkor innen szeretné a pótlást a Gábor, és így lenne ő neki meg a teljes terület. Értem, tehát jó. A levél akkor itt nem pontos, bocsánat. Mert ez alapján a hármast, ha elfogadjuk most, akkor egyértelmű, hogy a 772-nek a felét kifizetjük, az egyik fele fölfele az övé, a földjéhez, az árok felőli marad önkormányzati tulajdon, és lerendeztük az ügyet. De akkor ez így ez nem jó. Nem jó.
Jó. Még egy pár beszédet talán megérne, mert végül is most 100 000 forint körüli összegről van szó. Tehát inkább akkor... Nem az összeggel akkor, van probléma. Tehát még egyszer egy pár beszédet megérne megkísérelni szerintem, hogy inkább visszafizetjük neki akkor ezt a... 772-4. Így van. Ez 100 000 forint. Tehát én ezt felajánlottam akkor, csak azt mondta, hogy neki kell a terület. Jó, de most arról fogunk szavazni, hogy elutasítjuk ezt a napi rendi pontot. Ha elutasítjuk, ebből bíróság lesz. Szerintem. Nem, ők sem törekszenek a bíróságra. Tehát most ezt úgy kell érteni, hogy ők is megegyezésre törekszik mindegyik. Tehát szó nincs itt most bíróságról, meg semmiről. Azért kerül testületi elé a dolog, hogy itt is beszéljük meg, hogy kinek mi a véleménye róla, milyen javaslatok születnek ahhoz, hogy elfogadható legyen. Senki nem beszél bíróságról, most egyelőre csak te. Hát igen. Hát mert hogyha elutasítjuk, akkor milyen javaslatot fogunk nekik tenni? Ezt várjuk. Hát szerintem azt, hogy fizessük. Én tudom támogatni az Ági ötletét, ezt a 772-t fizessük ki, ugyanis ők is hibáztak akkor, ahogy te is mondtad, hogy ugye nem jártak körültekintően, de valahol meg lehet, hogy mi is hibáztunk, ahogy a Márk mondta. És akkor én azt gondolom, hogy az önkormányzat részéről ez egy jó gesztus, hogy mi kifizetjük ezt a területet, holott közben ott van az a terület, viszont akkor ők is legyenek ennyivel rugalmasak. Én meg tudjuk ezt a javaslatot felé, csak ezt szobama megtettem, és nem, azt mondta, hogy nekik terület kell. Tehát, hogyha én visszafizetek, akkor annyiba kevesebb területet adott el az önkormányzat. Tehát, ha én visszafizetek 300 négyzetmétert, most mondtam valamit, ő neki akkor csak 19.700 négyzetméterre lesz a 20 000-re szemben, ami kell neki. De igen, hát itt arra beszéltünk, hogy ő neki elég ez a terület. Így kimérve. Mert így megvan. Igen. De hogyha papír szerint visszaveszel belőle 772-t, mert az önkormányzatnak erről a pénzről el kell számolnia, hogyha visszavásárolja, neki már akkor nincs meg a területe. Mert akkor én kevesebbet adtam, nem 20 000 négyzetmétert, hanem 770 négyzetméterre kevesebbet, csak 19 000, hát, hogyha 400 vagy 300 valamit. Nézed, akkor már nincs meg. Hogyha akkor nem lesz meg neki az a 100%, amire szerintem gondol azért kellett pontosan a 20 000 négyzetméter. Igen. Figyelmesen elolvassátok, itt nem az a lényeg, hogy nincs meg a terület megvan, mint a Gyuri is mondta, mert a Rézsű is terület, ha hegyoldalra veszi a területet, az is terület. Ezt az árokpartot tudná használni, még le is tudná keríteni, mert az övé igazából elférne. Itt az a lényeg, ami bent van az első sorokban, ő neki 20 000 négyzetméter szántó terület kell. Mezőgazdaság a művelése alkalmas, az meg nem alkalmas. És ő ragaszkodik, mert ő úgy vette meg az önkormányzat, én ugye nem láttam az eredeti szerződést, hogy mezőgazdasági területet vett 20 000 négyzetméter. És az nincs meg. Mert ugye azt nem tudja művelni. Itt én is támogatnám azt, hogy vegyük vissza a négyzetméter árarányba, de ha ő elzárkózik előle, akkor... Ez felvetődött itt az egyesség során, már többször beszélgettünk mi egymással. Nem egy... Hogy mezőgazdasági területet kér 20 000 négyzetméter. Azért van az, hogy van ilyen megoldás, hogy vagy hozzáméretni, de akkor már 3 helyzeti szám kellene, mert ugye vagy most még csak 2, mert ugye mi mindig osztatlan, de ha meg visszavesszük azt a 700 valahány négyzetmétert, az megint megosztott, mert akkor ugye az jó egyen maradna, csak egy ilyen csücsök lenne, így is úgyis nekünk kellene művelni, vagy hát karba tartani jobban mondta a zárókartot. Csak itt az a lényeg, hogy ő neki nem úgy kell a 20 000 négyzetméter, ahogy most van, mert ő neki mezőgazdasági területet eladva, és mezőgazdasági területként szeretné megkapni. Magyarul, hogy művelni tudja odáig. Ami most ugye lehetetlen, az árok véget, a part véget. De hát Gyuri, most... akkor miért nem adjuk hozzá azt a 70-szer, vagy 7, vagy nem is tudom, 10 méterszer, 70 méteres területet, ugye tovább a telekhatáron kívül? És az önkormányzatnak ott marad a patakpartja. Úgy kell megosztani a helyrezi számokat, érted? Tehát biztos, hogy meg lehetne úgy is csinálni, hát. csak. Én egyszer, ha azt mondom, hogy ott van az a terület, mert ott van. Tehát a földterületünk megmarad, csak éppen a patakpartja lesz az önkormányzati. A helyrajzi szám még nincs megosztva, mert ugye osztatlan, tehát maradna a kettő, csak hogy az Ági is mondja, elcsúszna akkor. Akkor ez lenne a megoldás. Kifizet el évészt? Megint. Hát ha odaadjuk, akkor az igazából nem kerül pénzbe a tizenkét. Dehogy nem, mert akkor, hogyha megosztjuk a területet, akkor nekünk úgy kell átrajzoltatni az egész területet, az egészet újra át kell méretni a brackóval, egy új felállásba kell az egészet. Ez egy ilyen
És akkor egy olyan helyrazi számunk lesz, egy olyan szántunk lesz, hogy van egy négyszög, bejön, és akkor lesz hozzá még egy ilyen, hogy semmi nem tud használni. Tehát használhatatlan, illetve annyiba kisebb lenne az egész szántó területünk, ami ott van. Én ezt nem javaslom, azt az ötletet. De Gyuri, ő sem tudja használni, ez a probléma. És kifizette az árát. Ez a csücsök nem szántóként funkcionál, hanem nem azt kapta, amit kifizetett, ugye? Na jó, de őnek is volt felelősség. Persze, őnek is, igen, hogy nem mérette ki. Van egy ilyen pont is, hogy megtekintett állapotban vesznek valamit. És a 10 év múlva valamennyit ki most belőle az árba, akkor utána megint fizetett. Megvan az adásvétel, elő is került az ügybe, de most... Hát, hogy 20 000 négyzetméter. 20 000 négyzetméter, meg szerintem benne van az, hogy megtekintett, megismert állapotban vette meg a területet. Tehát, mondom, mindenki hibázott. Igen. Ők is, önkormányzat is. Sőt, ők úgy távoztak innen az utolsó egyesség után, hogy nekik egyelőre így is jó, mert osztatlan közös, és akkor most ők csinálnak, amit akarnak. Csak én megmondtam, hogy ezt meg nem hagyom osztatlan közösbe ezt a területet. Mert amit egyszer állatkozok, az ki van mérve, az akkor legyen határpontok följelölve. Jó. Most megbeszéltük van akkor, nem? De hát most azért mondom, mert ugye én a hozhatunk erről, esetleg ugye vele hozhatunk egy elnapoljék ezt a napi rendi pontot, hozhatunk egy ilyet, akkor még mindenki, úgymond a testületi tagok is járnak jobban utána, akkor én azt kérem, hogy ne úgy, mint eddig szoktátok, hogy vagy kapok, vagy nem, akkor kérek mindenkitől e-mailbe egy javaslatot, hogy mi lenne az ő javaslata ez ügyre, összevetjük, adjunk egy hetes időpontot, akkor jövét hétfőig. Jövék hétfőig, kérlek mindenkitől egy javaslatot, hogy ő neki milyen megoldást javasol erre az ügyre, és akkor újra összeüljünk és összevetjük, akár kell egy rendkívül én, akkor összevetjük megint az álláspontokat. Hogy el tudjátok fogadni, hogy elnapoljuk ebben a feltételek, hogy mindenkitől várok egy javaslatot következő év hétfőig. Ez ügyrendi határozat lesz, csak az Évinek mondom, hogy nem számozott, tehát az az elnapolás. Jó. Aki ezt el tudja fogadni, hogy elnapoljuk, azt kérem készületetlenül jelezze. Jó, akkor ezt elnapoltuk, ezt a napi rendet. 9-es napi rendi pontunk. Az Aliszka Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása. Ugye erről is beszéltem már az elmúlt testületi ülésen, hogy akkor okafogyottá vált, hogy fenntartsuk ezt a társulást, ahova elődjeink még beléptek abba az ide, hogy a rekultivációt megoldják a szeméttelepét, de hogy ott nem sikerült megoldani, a kaposváriakkal meg tudtuk oldani. Egyeztetéseket lefolytattuk itt a társulás vezetőjével, Szekszárdon, dr. Hágyévával, alpolgármester asszonya, és az a megállapodás született, hogy akkor megszüntettik ezt a rekultivációs társulást, de erről ugye minden bent lévő önkormányzatnak határozatot kell hozni, és így tudják úgymond végelszámolásra megszüntetni. Igazából tevékenységet nem végzett, pár ezer forint van benne az egész számlán, tehát nem megy, ezért olyan valami kis díjak, nyilvántartási díjak, ezek azok, amik kellettek. Ez erről szólna ez volt az élet javaslat. Ebben kapcsolatban valami kérdés nincs, akkor Nagydoron Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete az Aliszka Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodását elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Aki egyetért vele, azt kérem, készfeltartásra jelezze. Egyhangú, köszönöm. Akkor zárt ülés, következő napi rendi pontunk. Jó, akkor az utolsó napi rendi pontunk az egyebek. Én abba csak egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Amit itt közben is említettem már, a kóborkutyák, illetve gazdát a lebeknek a befogásával kapcsolatban. Egyelőre nem hozattam vissza a kutyacsapdákat. Húsvétra eleve be voltak szállítva, mert a gyepmester nem ért volna rá kérni, és nagy az lenne probléma, hogy nem marad valami állat, és nem szállítják el. Illetve volt több probléma, hogy neveket nem mondok, mert bizonyítani nem tudjuk, személyek lecsukták a kutyacsapdát, vagy éppen benn lévő állatot kiengedték a csapdához, közöltük, hogy ez
tévével is lenyilatkoztuk, hogy ez nem is az önkormányzat tulajdona, ez a Gyepmester tulajdona, nem nyilat hozzá senki, mégis megtették ezt az emberek, akadályoztak úgymond az önkormányzati kötelező feladat ellátást, mert ugyanez önkormányzati kötelező feladat ellátás, hogy összefogjuk a kóborleveket a nagy dolog területén. De most egyre arra megállapodásra jutottunk, hogy kamerarendszer, hogy el fog készülni, akkor kamerák alá fogjuk tenni a kutyacsapdákat, és akkor visszakövethető lesz, hogy kinyúl hozzá, és akkor bizonyíthatóan úgy van eljárást tudunk indítani az ellen a személy ellen, aki ezt megteszi. Itt akkor át is térnék a pályázatokra, hogy kicsit csúszunk a kamerarendszerre, ugye megígértek szerint március 30-ra elkészült volna, de mivel az EON külön tervezési ügyleteket talált ki, ami eddig nem volt, most minden oszlopra külön meg kell terveztetni, hogy hova kerül a kamera. Ezért csúszunk egy kicsit a határidőbe, de a JETA fele közöltük ezt. Egy sima módosító levelet küldtünk, nem kell hozzá kuratóri műrése. 3 hónapon belüli eltérést elfogadnak egy sima levéllel, közöltük, hogy akkor április végére végzünk a kamerarendszerrel, akkor elméletileg addigra végzünk. A másik pályázatokról is itt már említést tettem, az véget, mikor itt az ön erről beszéltünk. Előadott állapotban vannak. Bízunk benne, hogy mind a 3 pályázatunk talán befutó lesz. Éppen most ma Fehérvárra tárgyaltunk a vízügyi igazgatóságnak, onnan is kell még nyilatkozni, határozati javaslatot tenni, bocsánat, nem is határozati javaslatot, hanem valami elfogadó támogatói nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy most ott megcsináljuk ezt a vízrendezést, tehát nem olyan egyszerű ez se, de meg fogja csinálni, elméletileg 12-én fognak összeülni, és a Tolna megyéből belévő ilyen pályázatokat mindet egyszerre fogják elbírálni, és valószínűleg megkapjuk arra is a támogatást a hatóság részéről is, hogy akkor nem lesz akadály ilyen se ennek a vízes rendezésünknek a megoldására. Az egészségház az ben van engedélyezés alatt a terve, készterve van neki, illetve még nincs készterve a piaszcsarnoknak, de folyamatban van az is. Rövidesen az is elkészül, és akkor ez is be tudjuk adni engedélyeztetésre. Bízunk benne, hogy ez mind a 3 pályázatunk nyerni fog, illetve most felmerült még egy pályázati lehetőség. A Marcival beszéltük, energiakorszerűsítés, energiahatékonyság növelés az önkormányzati épületeknél. Ezt megint szintén a TOP-ba írták ki, ez is 100%-os támogatottsággal. Most vettem fel a tervezővel kapcsolatot, esetleg az önkormányzat épületére kell csinálnunk egy ilyen energiatanúsítványt, ez megfelelő szakemberket találunk, aki fölméri a mostani állapotot, illetve megtervezni egy módosítás alapján, hogy milyen osztályvasarolást nyerünk vele kapcsolatba, akkor ha ezt megfelelően találni, és meg tudjuk ezt a pontokat el tudjuk érni, a kiírás szerint, akkor valószínűleg az önkormányzat épületet be fogjuk eladni, akkor ide is tervezünk meg új energiát, illetve fűtéskorszerűsítést, szigetelést, tetőcserét, ilyeneket, akkor ezt mind meg tudnánk valósítani, illetve még van benne akadálymentesítés is, lehet, hogy itt már azon is elnökosz, hogy a lépcsőházba ide tennék akár egy kis liftet, amit a lépcsőház között fel tudna jönni az emeletre, hogy idősebbek is vagyok, mozgáskorlátozók is fel tudjanak jönni, ne csak tudjanak bejönni, hanem fel is tudjanak jönni az emeletre, mert ugye valami ügyet kell intéznek, ha fel kell nekik jönniük. Az is benne van ebben a pályázatban, hogy akkor egy komplet ámbok lehetne kezelni. Várjuk ezt a tervezet, hogy megjön, és hogyha ha sikerélet összehoznunk, akkor oda is tervezünk beadni egy pályázatot erre is. Felmerült még egy másik ügy, ugye, hogy a futballpálya környékén vannak ezek hatalmasnak nyárfák. Tavaly is már ki kellett hívnom a pavilos emelőfalas darus autójukat, hogy lehet vágni a veszélyes ágat, ami megnyúlottak oda a Rájmanék, illetve Domonkosék fel a házak felé. Illetve volt a katasztrófa védelem is kinn a múltkor, és megvizsgálta ezeket a fákat. Javasolják a kivágásukat. El kellene gondolkoznunk rajta, hogy ezt esetleg meg kell mondani, 30 éves nyárfákról van szó, ami bármikor kidűhet, vagy kitörhet. Illetve még ezeket a fenyőfákat is javasolták itt az önkormányzat udvarába, erről jegyzőkönyv készült, hogy javaslatot tettek ezeknek a fáknak is a kivágására.
Én hajlalak rá, hogy kiszedni persze, akkor ez csak gyökérbontással kipucolva, persze ír ugyanúgy, akár gömbkörisekben körbeütetve a focipályát, illetve ittben is, úgyis itt a parkolót szeretném megcsinálni, kicsit szélesíteni is, akkor beljebb is lehetne tenni az újra ültetett fákat. El is kérek majd tőletek javaslatot, ezt nem muszáj most itt az egyebek témakörben, hanem ugyanúgy levélbe, e-mailbe jöhet, hogy mi az elképzelés róla. Én úgy gondoltam, hogy focipálya környéki tényleg azok hatalmasak, azok a nyárfák, mondom, hogy a 30 év körüliek, törnek az ágak, bármikor kifordulhatnak, akármilyen balesetet okozhatnak. Szép fák, gyönyörű fák, ugye mindig azt mondtam, hogy én nem támogatom a fakivágást, de ezek elérték a végét. Nyilván persze, hogy újat ültetnénk helyettük. Ha olyan javaslat születne, a támogató javaslat a ti részletekről is, akkor nyilván olyan vállalkozat keresnék, mert a kerítést ki kell bontani, másképpen nem lehetne azokat a fákat kiszedni. Ugye aki mondjuk a fákára a helyében, vagy valami csinál egy új kerítést végig a pálya körül, ami megfelel szabványnak is, ami a kiírásoknak megfelelő, amit most előírnak egy futballpálya körül, hogy milyen kerítésnek kell lenni, hogy egy ilyenbe megállapodást tudnak esetleg kötni a vállalkozóval, hogy megkapja ezek a fákat, elvihetik, vagy valami, persze értékegyeztetés alapján, hogy ezt felszámolni, hogy ez hány köbméter felmérnénk, mennyi van ott ez, milyennek az ára, mennyi lehet kivágatni, milyen költségek vannak hozzá, és esetleg abból akár egy kerítés megépítését belekarkulálni, egy új kerítést. Ezekről szerettem volna egy egyebekben, nem tudom, hogy esetleg ehhez valami hozzászólásotok, vagy valami még az egyebekben van-e nektek. Igen? Ehhez, ha le lett kerítve a ugye ruhás volt előtt a járda, én tudom, hogy miért ugye, hogy megindult az a sorok, de nem lehet azt meggyorsítani, mert ez egy elég főközlekedési járda. Ennek van egy hivatalos formája. Hát, tudom, beszéltünk róla, csak... Tehát van egy hivatalos formája, Szekszárdra a hatósághoz elküldtük a levelet, fotókat készítettünk róla, elküldtük, őnek ki kell eljárni az ügybe. Mi csak annyit tudunk tenni, hogy a veszélyeztetett közterületet elzártuk, tehát ott leszalagoztuk a légi ruhásbot előtt. Aki nem tudná, ott az a probléma, hogy fönn a stukko a meg van indulva a sarkon az ABC felé oldalról. És attól félünk, hogy ledőhet és valaki leráásik. És hogy meg kell keresni ki a tulajdonos, valami kínai, valószínű, hogy azoké, de ezt majd az építési hatóság feladata lesz. Ezt tudom, csak tudod, hogy amúgy is keskeny a főutca, és most lezárt. Nagyon nem jutunk hozzá, mert most én legszívesebb onnan mennék, és lepiszkálom azt a sarkot, aztán utána lehet tovább menni. Csak nem nyolc hozzá, egy magántulajdon az nem nyolc hozzá. Le kéne piszkálni ezt a sarkot, leesne az 50 tégla, aztán lehet menni. Tehát ő nem esne le attól. Telefonkábel pont oda van fogva. Most azért mondom, hogy de egyelőre én ebben nem tudok hatékonyabb lépést tenni, csak ezt tudom megoldani, hogy ugyanúgy, mint a szomszédban a nagy Imreféle ház előtt, ott is azóta le van kerítve, a hatóság nem tudom, nem jutott tovább. Nem jutott tovább abban az ügyben, hogy lekerítettük. Tulajdonosi kérdéseknél szoktak megrekedni, igen. És nem jutott tovább. De ez most ki van adva, nem? Valaki bérli, dorogiak bérlik. Nem tudok róla. Akkor is a tulajdonosra tartozik a dolog, nem a bérlő. Igen, csak azért mondom, hogy aki bérli, hivatalos bérlőt mi nem tudunk. Mi nem tudunk hivatalos bérlőt, mert nem köteles bejelenteni az önkormányzat azt, hogyha bérli valaki. Nem tudom, hogy ki használja egyáltalán. Hallottam róla, de lehet, hogy csak egyszer használták, nem tudom. Csak azért mondom, hogy lehet, hogy ezzel meg tudnánk egy kicsit gyorsítani. De mi nem... A hatóság, elküldtük Szekszárdra, aki neki ez a dolga, hozzánk mi elküldtük, tehát önkormányzatilag a feladatokat elvégeztük, illetve a baleset veszélyt elhárítottuk abban, hogy lekerítettük. Ez tiszta sorol. Ennyit és tudtunk mit csinálni. Le, csak... hát, mi más valami egyebekben? Én a tapos pályázatokhoz szeretnék segítséget kérni, illetve információt, és utána nézni, hogy az óvodának jött egy ilyen, hogy lehet ez közbeszerzésre is többek között, hogy ebben az esetben léphetnénk-e, és térjünk majd vissza rá. Én ennyit szeretném. Utána fogunk nézni, meg fogjuk nézni a Marcival. Hogy azt a linket, vagy ami olyan formában jött az információ. Marci azt fogja böngészni, hogy van-e rá lehetőségünk, meg fogjuk nézni. A listát, amire gondoltunk, jó, hogy az belefér-e, akkor már olyan szemmel is légy szíves. Köszönöm szépen. Jó, akkor ezt a Marci után fog nézni, és akkor jelzünk, hogyha van benne előlépési lehetőség. Jó.
lehet, hogy valót is felújítási lehetőség, akár van, mert eszközbeszerzés. Napról napra jönnek meg. Nagyon nehéz követni, mert például amivel megkerestem én a megyét, az önkormányzat épülete, azt mondta, hogy még senki nem is érdeklődött róla. Én ma megkerestem a megyét ezügyben, hogy esetleg adhatunk be rá. Tehát napi szinten változnak, napi szinten jön ki valami, próbáljuk lekövetni, de hát ugye vannak az ennek is véges határa, hogy mit tudunk terveztetni, mit tudunk feldolgozni, mit tudunk beadni, mert amit eddig beadtunk, az is több mint 200 millió. Tehát, vagy akarunk beadni, az is 200 millió. Tehát azért valahol meg kell húzni a határokat, mert jó, eddig a, mit tudom, másfél év alatt már egy 200 millió idejött, ha most még idejön ez a 200, akkor azt hiszem, hogy elég nagy léptékekbe haladunk előre. Más egyéb az egyebekben? Nincs, akkor az ülést bezárom. Köszönöm a részvételt.